Köszöntöm kedves nézőinket! Nos, bár sokáig tervezgetjük, egy utazás mindig akkor napra kész, amikor elindulunk. Majd nagyon különleges utazásról lesz szó. A stúdió vendége pedig Pirók Zsolt jógaoktató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm. És hát egy valóban nagyon különleges, és hogyha jól tudom, akkor rég vágyott utazásról érkeztél haza, Nepálban voltál. Mikorra nyúlik vissza ennek az utazásnak a gondolata, a tervezgetése? Így van, már nagyon régen álmunk volt egy barátommal, hogy elutazunk a buddhizmusnak az őshazájába. Egészen pontosan 2006-ban úgy mondják ezt a buddhisták közt, hogy vettünk menedéket Lámolenidától, és onnantól kezdve volt ez tervbe nekünk, tehát mint egy 13 éve már beszélgettünk erről, aztán nyilván közben történt egy csomó minden, és akkor a feltételek azok most álltak össze, hogy el tudjunk utazni ide. És hát nyilván a feltételek azért is nagyon fontosak, mert rajtad kívül nagyon sokan álmodunk még arról, hogy elmenjünk Nepálba, viszont sokaknak nem sikerülhet. Milyen feltételeknek kellett összejönnie ahhoz, hogy ez sikerüljön? Itt gondolok arra, hogy esetleg utazási irodával voltatok, nagyon-nagyon sokáig, nagyon-nagyon sok pénzt gyűjtöttetek, vagy azért vannak praktikák, amivel lehet spórolni, és észszerűbben megoldani ezt az utat? Hú, jó sok kérdés volt egybe. Szóval igen, mi nem utazási irodával voltunk, hanem van kint egy ismerősünk, egy barátunk, egy buddhista barátunk, aki úgy él, hogy egy fél évet dolgozik Angliában, és egy fél évet pedig Nepálban tölt. Nyilván az egyik neki munka, a másik pedig szerelem, és akkor ő így van békében, és hozzá nagyon sokan mennek ki így. Mindig összevár egy csoportot, mi éppen 10 voltunk, és akkor ő lefoglalja a szállásokat, intézi a kinti dolgokat, és így sikerült nekünk oda kimenni. Utazási praktikák, hát talán ennyi, ami a legfontosabb, ugye, ami a legdrágább és a legnagyobb kiadás az a repülőjegy, azt érdemes minél hamarabb lefoglalni. Mi nyáron lefoglaltuk, és ugye februárban utaztunk, így azért tűrhetőbb ez az összeg. Egyébként nem annyira vészes egy ilyen út, biztosan voltak már többen arrafelé, akik tudják, hogy egy jó szállás az már 3000 forintért elérhető, egy jó étel az 600 forintból megvan, tehát egy bőséges ebéd, úgyhogy nem annyira a kinti költségek már nem annyira vészesek. Szóval nem annyira elérhetetlen talán, legalábbis remélem, hogy nem annyira elérhetetlen sok ember számára, és minél többen kijutnak oda. Hátizsákos turistaként indultatok? Igen, hát jó nagy hátizsákot kellett azért vinni 2 hétre, meg azért is, mert tudtam, hogy én fogok magammal hazahozni egy csomó mindent, és van, amit ott is hagyunk ilyenkor, de jó tele volt. Tehát én mondjuk egy ilyen 70 liter plusz 10 literes hátizsákkal voltam, plusz egy kicsi, és azért hátizsákkal, mert ugye ott az utak, azok ott nem lehet húzgálni bőröndöt, tehát szinte használhatatlanok ilyen célra. Meg ugye utaztunk körbe az országon, így aztán ez volt a legkényelmesebb megoldás. És hát ez nem az inges öltönyös utazás volt, hanem azért itt a dzsungeltől elkezdve azokon a tájakon is jártatok, ahol ember nem nagyon jár, és aztán olyan emberlakta tájakon is, ahol viszont talán ti is megdöbbentetek a körülményeken, mesélj erről. Igen, jó sokat mentünk, tényleg mondjuk ott az infrastruktúra egyébként is nagyon kezdetleges, tehát szinte középkori, főleg Dubájhoz képest, mert hogy ott szálltunk át, és az utak állapota szörnyű a legtöbb helyen, meg a maga a közlekedési kultúra is, hát kultúráról nem nagyon lehet beszélni, a közlekedési kultúráról, mert egyszerűen mi nem nagyon értettük ezt, hogy milyen szabályok szerint működik. Mert hogy valahogy az volt elsőre az érzésünk, hogy nincs szabály, de valami mégiscsak van, mert nem láttunk balesetet. Pedig a Katmanduban laknak körülbelül 6 millióan, és szerintem mindenkinek van motorja, meg autója, és mindenki egyszerre használja, tehát legalábbis ez az ember érzése, amikor ott van. És bárhonnan, bármelyik pillanatban jöhet egy motoros, egy autó, egy kutya, egy majom, egy ember, bármi, tehát ilyen nagyon-nagyon sűrű, tehát másodpercenként történnek a dolgok. Annyi, hogy az szinte felfoghatatlan itt, de elsőre tényleg nagyon kaotikusnak tűnt, de aztán valahogy mégis biztonságba éreztük magunkat. Tehát nem volt az, hogy most így ugráljunk, hogy úristen, mi fog történni, tehát abszolút jó volt ebből a szempontból is.
És hogyha az emberi élményedre vagyok kíváncsi, akkor mi volt az, ami érzésben, hangulatban, rezgésben megfogott ott, ami ott egészen más, mint itthon, amit mondjuk hazahoztál tanulságként? Hát azt gondolom, ez mindenkinek más. Nekem nyilván az, akinek van ilyenfajta beállítottsága, mondjuk, hogy vonzódik ez iránt, a kultúra, a kelet iránt, a buddhizmus, vagy akár a hinduizmus iránt, mindenkinek mást jelent. Nekem ezt a legnehezebb megfogalmazni. Annyi olyan 5-6 ezer éves dolog van ott, amik a stupák, tehát ezek a buddhista emlékhelyek, aztán kolostorok, amik szinte felfoghatatlanok, hogy még mindig ott vannak, bár nem olyan régen volt sajnos egy földrengés, amiben nagyon sok minden összedőlt, elpusztult, de kezdik újraépíteni, bár ott a dolgok nem úgy zajlanak, mint itt, tehát sokkal nyugodtabban, meg lassabban, de ennek ellenére működik. Az, hogy engem, hogy ott mi történt így lelkileg, ez még mindig így feldolgozás alatt van, tehát nem tudom. Még ezt annyi minden jut eszembe naponta, amik ott megérintettek, hogy ez még szerintem egy hosszabb folyamat lesz, amire így lerakódik, és tényleg úgy el tudom ezt mondani, ahogy ezt kell, és ahogy jól át lehet ezt adni. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy úgy el tudom ezt mondani. A közösségi oldalra folyamatosan posztoltál ki képeket, tehát nagyon sok ismerősödnek volt abban része, hogy legalábbis képekben láthassa, hogy hol jártatok. De vajon te mondjuk úti naplót vezettél, vagy abszolút az érzéseidre és az emlékeidre hagyatkozol, amikor majd itthon összeszeded és elmondod, vagy leírod? Annyira sűrű ott a történés, hogy szerintem lehetetlen, vagy lehet, hogy csak én vagyok rá képtelen, hogy úti mondjuk tizen voltatok, senki nem írogatott. Nem. Én nekem pont azért volt jó ez, hogy fényképeztem, mert hogy így napról napra megvan az, hogy mi történik, mi történt, és így jobban vissza tudok emlékezni. Szerintem sose fogom elfelejteni, főleg, hogyha mondjuk nézem a képeket, akkor jól átadható ez. Uh-huh. Mi itt most a nézőkkel láthatunk képeket, egyrészt ugye a repülőútról, másrészt pedig azokról a helyekről, ahol jártatok, és azokról az emberekről, akikkel ott találkoztatok. Itt maszk van rajtad, az miért kellett? Azért, mert Katmanduban akkora a smog, sajnos, hogy mi európaiak ezt nem nagyon tudjuk elviselni. A helyiek azt mondják, hogy ők hozzá vannak ehhez szokva, nekik nem kell, de szerintem ez inkább csak információ hiány, tehát nem hinném, hogy nekik is ez jót tesz. De szerintem nem tudják, hogy ez milyen káros. Úgyhogy mi ezért inkább maszkkal védekeztünk, de ez csak a fővárosban volt, Katmanduban. Máshol erre nem volt szükség. És látható, hogy azért ti folyamatosan kapcsolatot teremtettetek az ott élő emberekkel. Ezt általában ti kezdeményeztétek, vagy egyébként ott már ennyire, hát nem is tudom, rászocializálódtak a turistákra? Egy kicsit alkalmazkodnak is persze, hogy érkeznek turisták, de szerencsére ide azért nem annyira tömegesen érkeznek, ahogy mondjuk Tájföldre, vagy a különböző szigetekre, amik ott vannak a Indiai-óceánban. Mi igyekeztünk, tehát inkább mi kerestük a helyi emberek társaságát, mert hogy ugye inkább azt akartuk megnézni, megtapasztalni, hogy egy ott élő hogyan él, hogyan éli meg a mindennapjait, hogyan hatnak rá a világ dolgai, a világ változásai, és hogyan hat rá a generációkon keresztül hozott vallás. Itt azt látjuk, hogy sapkában és kabátban vagytok, viszont posztoltál olyan képeket is, ahol fürödtetek. Így van, ugye ahogy mondtam, bejártuk, mentünk egy nagy kört Nepálban, és a Katmandú az egy kicsit ugye északabbra van, és ott a Himalájától nem messze, és ott egy ilyen 14-15 fok volt, aztán amikor mentünk délebre az indiai határhoz, ott már melegebb volt, tehát ott 28 fok, és akkor ugye hát ennek megfelelően igyekeztünk költözni. De hát ezt mondjuk tudtátok az elején, tehát eleve úgy pakoltatok a hátizsákba? Úgy persze, de egyébként minden megvásárolható ott, nyilván nem eredeti dolgok, de az benne a jó, hogy ezt el is mondják. Tehát jó minőséget adnak, tökéletes úgymond hamisítványt, jóval olcsóbban nyilván, tehát harmadáron, mint mondjuk itt, tehát hogyha valaki
úgy megy ki, hogy éppen nem visz annyi dolgot, akkor simán meg tudja vinni, meg tudja venni, bocsánat. Meg minden van. Tehát azt gondolnánk innen, hogy most ez tényleg a 15. század, de minden megtalálható. Tehát a legjobb vegetáriumos pizzámat ott ettem Katmanduba, olasz étterembe. Komolyan? Szuper volt, nagyon-nagyon finom volt. Voltunk olyan ökopiacon, ahol mindent meg lehetett venni, tehát tényleg nagyon széles választék. Nyilván ott a tea a Himalájában, a kávé az nagyon szuper minőség, és akkor ezt meg is tudják, megfelelően meg tudják csinálni. Tehát vannak nagyon jó olasz presszógépeik, és nagyon finom kávékat ittunk. Szóval minden van tényleg. Uh-huh. Hát ha már a kulináris élményeknél tartunk, említetted a vegapizzát, milyen különlegességeket ettél egyáltalán? Vannak-e ott olyan növények, vagy olyan zöldségek, amelyeket mondjuk nem ismertél, és talán, hát nem is tudom, ennek ugye akkor lenne értelme, hogyha itthon is beszerezhető volna. Volt talán egy-kettő, amit láttam így piacon, de azt csak piacon láttam, tehát étteremben nem tapasztaltam olyat, amit nem ismertem volna. Nyilván mondjuk én ugye főzök is, meg azon vagyok, hogy Szolnokon is elérhető legyen jó minőségű hasonló ételek, tehát vegán ételek, vegetáriánus ételek, és így én mindig is érdeklődtem ez irányba. Így nekem ezek a fűszerek sem voltak annyira ismeretlenek. Nagyon nagy előszeretettel használják ugye a koriandert, amit én nagyon szeretek, a chilit, az is szinte minden ételben, az is nagyon változatos. Nagyon sokféle a gyümölcs, ott megterem ugye a banán, a narancs, tehát ez nem probléma, ebből adódóan persze sokkal finomabb is, mint amihez itt hozzájutunk. Úgyhogy minden van. Uh-huh. És nagyon finomak, tehát öt hús nem kell lenni, mert hogy szörnyű körülmények közt vágják le az állatokat, meg... Posztoltál egy olyan képet, amin hatalmas nagy lábak, combok, paták, az mi volt? Hát gondolom, egy kecske. Aha. Attól nagyobbnak tűnt. Mert hogy ott már, hát nem tudom, tényleg nem tudom, de úgy... Hogy azt ilyen elretentő példának tetted fel ezek szerint? Igen, hogy ott, szóval ott a porban, a smogban, csak egyszerűen kidobják a pultra, aztán, hogy ki mit akar enni, az vagy mindenki eldöntheti, de akik ugye így együtt voltunk, nyilván voltak ugye, akik vegánok voltak, akik esznek húst is, de ott nem ettek, mert hogy ők is érezték ezt, hogy hát nem muszáj. Lehet, meg annyi nem minden elérhető, annyira finomak, hogy nem is kell. Említetted, hogy igyekeztetek keresni az emberek társaságát, gond nélkül tudtatok kommunikálni velük, illetve egy-egy ilyen találkozás alkalmas arra is, hogy mélyebb emberi beszélgetésekre juthasson idő? Ez ügyben is ugye történt így több dolog, ami nagyon jó volt. Jött velünk egy láma, aki 14 éves kora óta szerzetes, az édesapja tibeti, az édesanyja pedig nepáli, és ott él a Kolostorban, ahol mi is laktunk, annak a vendégházában, és mi kinti kapcsolat tartunk a Móni, ő vele nagyon jó barátságban, és mondta a láma, hogy ha jön egy ilyen csoport, akkor ő szívesen kivenne egy kis szabadságot, és akkor eljönne velünk ott egy körre, mert ő se volt még ott a dzsungelben, és eljött velünk, és nagyon érdekes volt megfigyelni az ő hétköznapi reakcióit, nem hétköznapi szituációkban. És, de mire gondolsz konkrétan? Tehát mondjál már néhány olyan példát, mert hogy mondjuk nekünk olyan távolinak tűnik egy láma, hogy egyáltalán lehet, hogy többen a nézők közül nem ismernének vele szóba elegyedni. Ti pedig együtt éltetek vele abban az időszakban, amikor utaztatok. Igen, ugye a buddhizmusban ez ugye alapvető dolog, hogy a nem ártás, nem csak a buddhizmusban, de ott is nyilvánvaló, plusz az oké és okozat, vagyis a karma. Tehát, hogy aki a karma szerint él, már pedig ott az emberek így élnek, és ez is egy nagyon-nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni, hogy tényleg a mindennapjaik része ez, hogy az oké és okozat, tehát pontosan tudják azt, hogy ha valamit tesznek, akkor annak következménye lesz. És éppen ezért igyekeznek egyre jobb dolgokat tenni, azért, mert tudják azt, hogy lehet, hogy a karma, mint olyan, tehát az oké és okozat, az lehet, hogy 10 perc múlva fog visszahatni, vagy pedig egy nap múlva, 100 nap múlva, vagy a következő életben, ez mindegy, de ennek megfelelően élnek. És ebből adódóan nem éreztünk itt kint sem agressziót, sem ezt a taposást, könyöklést,
haragot, büszkeséget, tehát a zavaró érzelmeket, amik sajnos itt nyugaton én azt tapasztalom, hogy ezek a csúcsra vannak járatva, az egónak a kivetülései és az egónak a csapdái, ez itt nagyon-nagyon erős, és ott inkább a lelki életre koncentrálnak, mint az anyagira. Tehát nem a vágy kielégítéssel vannak elfoglalva nap, mint nap, hanem inkább próbálnak az ok és okozat törvénye szerint élni. Úgyhogy elmentünk Kolostorokba, ott a helyiekkel együtt meditáltunk, leültünk közéjük. Nyilván az idősebb nepáliak, ők nem nagyon beszélnek angolul, de valahogy rögtön befogadtak minket, jókat mosolyogtak, hogy mit keresnek itt nyugatiak, de megetettek, megitattak minket, tényleg rögtön gondoskodtak rólunk, és olyan volt, mintha hazaértünk volna. Tehát nagyon szuper volt. Az utazás során pedig a lámával kapcsolatos dolgok, tehát az a végtelen jókedv, humor és félelem nélküliség, feszültségmentesség, ez nem tapasztalható egy hétköznapi embernél. Tehát ott azért volt nyilván jó sok ilyen, mert hogy maga ott az utazás is, tehát 100 kilométert megtettünk 7 óra alatt, tehát az alatt rengeteg veszélyhelyzet van, nagyon sok olyan szakadék mellett mentünk el, ahol nincsenek kiépítve ott ilyen védőkorlátok. Voltak valós félelmeitek? Hát igen, de én mondjuk volt ugye velem a Tomia egy gyerekkori barátom, akivel 33 éve ismerjük már egymást, úgyhogy tényleg jól ismerjük egymást, így aztán mi inkább nevettünk ezeken, mert hogy a humor az sok mindenre megoldás. És így éltük ezt meg. Utólag visszanézve a képeket, már ott én is látom, hogy hát ez nem volt egyszerű. Vagy a dzsungelben ott is ugye előttünk járt ott nem sokkal egy tigris, láttuk, hogy a nyomait a fán, éreztük a szagát a fán. Aztán ott ugye találkoztunk orrszarvukkal, medvével, vagy amikor hajóztunk a folyón, akkor jöttek be a csónak alá a krokodilok. És akkor is ugye így figyeltem a lámát, hogy hogy reagál, de igazán nem problémázott, tehát ő is inkább mindenen nevetett, tehát nem volt gond. Lelki táplálékban tehát nem volt hiány, viszont ahogyan említetted is, nem jöttél haza üres kézzel, néhány dolgot hoztál magadnak, illetve a családnak, és nekünk is hoztál mutatóba valamit. Hát nyilván onnan hangtálak nélkül nem tér haza az ember, de ez talán nálad nem egy új keletű gyűjtemény. Igen, volt már előtte is, ugye én a jóga óráim után használtam eddig is, meg a masszázsom után is szoktam hangtálakat használni. Ott rengeteg van, tehát nagyon-nagyon sokféle bolt van, nehéz kiválasztani ami nem turistáknak van kifejezetten kitalálva, de így, hogy ugye van kinti kapcsolat, ő elvitt minket olyan helyekre, amik autentikusak, és tényleg jó hangtálakat lehet találni. Hát ez nem mindenkinek mániája, nekem az, én nagyon szerettem a hangjukat, meg a hatásukat, és én ott picit el is vesztem a boltba, tehát a többiek látták, hogy... Most megtudunk egyet közben, miközben beszélsz, kell, persze, engem ott kell hagyni, és akkor én ott egy csomót válogattam, mire megtaláltam azokat a tálakat, amik nekem tetszenek, amik úgy mondom, hogy közel állnak hozzám. Ugye ezek 7, illetve 12 fémnek az ötvözetéből állnak ezek a hangtálak, attól függ, hogy milyen minőségű, és most éppen nekem 7 hangtálam van, mindegyik különböző mélységű. És az sem mindegy, ugye, hogy mivel szólaltatod meg őket? Igen, igen, többféle ütő van, hát nyilván most ide nem hoztam el az összeset. És ahogyan máshogy rezegnek, más hangfrekvencián, más szervre, más csakrára vannak hatással, ugye? Igen, és egy jó hangtál az minimum 5 percig szól. Ami már nem hallható, de mérhető. Uh-huh. Szóval ebből is nagyon sokféle van, de turisták tényleg mindent megtalálnak. Aztán a szoborkészítőknek van külön negyede. Igen. Ott, ő kicsoda, mit mindet, hoztál haza? Mindet kézzel készítik. Gyémántudat, egy... Buddha forma. Minden Buddha formának megvannak a különböző meditációi, különböző mantrái, és ő is egy ilyen.
Hát ebben nagyon nem akarok belemenni, tényleg ez is egy végtelen téma. Aki érdeklődik ez iránt, az itt Szolnokon megtalálja a Gyémánt út buddhista központot, és ott erről minden információt megkap, vagy ha éppen eljön az én joga óráimra, akkor ott is nagyon szívesen beszélek róla. És hát ha már itt visszatértünk Szolnokra, elmondod majd az élményeidet, nem csak itt a televízióban, ahogyan tetted egyébként már a rádióban is, hanem a közönségednek is. 15-én lesz egy ilyen alkalom, ugye? Igen, 15-én lesz ott nálam az Avatar Jóga Központban, de nagyon korlátozottak a helyek nyilván. Úgyhogy ha valaki szeretne jönni, akkor minél gyorsabban regisztráljon be, és akkor talán még befér. Ilyenkor, illetve hát azért nem nagyon tudom azt kérdezni, hogy ilyenkor mi a tapasztalat, mert hogy te most voltál először, de mondjuk az ismerőseid mit mondanak, hogy kedvet kapnak a többiek is arra, hogy elmenjenek? Egy-egy ilyen élménybeszámoló az mire ad lehetőséget? Azon túl, hogy te átadod azt az érzést, amit most remélem, hogy a nézők is megértettek, megéreztek. Hát ott is ugye fotók alapján tudom majd ezt elmondani, hogy mi történt ott. Én tényleg csak egyetlen célom van ezzel, nem az, hogy most én hirdessem azt, hogy én hol voltam, vagy hogy én ezt megtehetem, tehát nem erről van szó, hanem inkább csak arról, hogy az emberek ne csak olyan célpontokat válasszanak, ami mondjuk a fejlett világ, vagy a nyugat, ami nekem, biztos nem mindenki így van ezzel, de nekem ilyen látszat, tehát csak a külsőségekre. Jókat enni, fürödni, feküdni a pálmafák alatt. Nyilván az is jó, tehát el lehet tölteni pár napot. Hát most az átlag turistát idéztem. Igen, de nagy különbség, hogy egy turista, pont a napokban hallottam ezt, és nagyon megtetszett ez a mondás, hogy egy turista az követeli azt, ami neki jár, viszont egy zarándok az elfogadja azt, amit neki adnak. És mi inkább ugye ennek megfelelően próbáltunk hozzáállni ez az utazáshoz is, tehát mint zarándokok, tehát örültünk, ha kaptunk valamit, és nem követeltünk semmit. És ez azt gondolom egy nagy különbség, és nagyon jó, hogyha még akiben félelmek vannak, hogy úristen, most ott mi lesz, meg kosz van, meg nincs higiénia, meg nem tudok majd mit enni, meg egyáltalán, tehát félni ettől az egésztől. Én szerintem jobb szembe menni kicsit ezekkel a félelmekkel, és megtapasztalni, hogy milyen az a világ, ahol az emberek nem a külsőségekkel vannak elfoglalva, hanem tényleg adni akarnak mindenkinek. És ez egy nagyon nagy különbség. Hát legyen ez a végszó, és azt kívánom, hogy még legyen ebben az élményben részed máskor, és köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm és szépen. Megosztottad velünk az élményeidet. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, remélem, hogy önök is utaztak így egy kicsit virtuálisan, hogyha tehetik, akkor olvassanak még utána, és nézzék meg a közösségi oldalon a képeket, illetve hogyha regisztrálnak, akkor menjenek el az élménybeszámolóra, ahol minden képről majd külön-külön megtudhatják, hogy hol és milyen körülmények között készült. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a gardrób biztosította, ami a nőket illeti. A műsorvezető frizurája és sminkje a hullámfodrászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfodrászik.hu